a évnyitó ez ugye arról szól, hogy ez a szexuális felgyorsító program sok-sok rendezvényen próbál meg ott lenni, és van nekünk egy saját rendezvényünk, ez a mostani szeptember végi rendezvény. Az AHA-ról azt kellene mindenkinek tudnia, hogy a tizenévesek szexuális felvilágosító társát tűztük ki zászlónkra. Például nekünk szerintem nem is volt szexuális felvilágosítás az iskolában egyáltalán például. Ha meg lett volna, azt is kirőgjük. Tehát, hogy ezt vagy nem kell csinálni, vagy jobban kell csinálni. Konkrétan pingponglabdákkal és hálóval. Arra nem emlékszem, hogy hány éves voltam, de hogy szüleim kaptak ajándékban nagybátyámtól ilyen kulcstartót, meg ószert, mint hogy a kulcstartóban volt két ilyen ószer, és akkor kérdeztem, hogy ez micsoda, vagy az enyém lehet-e, és akkor elmagyarázták nekem, hogy ez mire való. Én meg szerintem az akkor induló RTL és Zatánc éjszakai kínálatából tájékozottam. Hát nem nagyon tudtak mit kezdeni a témával, tehát bejött az idős biológia tanárunk, és tehát nem hiszem, hogy hatékony volt. Például az AHA-val kapcsolatban azért is vannak jó visszajelzések, mert kimegy a védőnő, vagy egy nőgyógyász, aki nem ismeri a fiatalokat, és bátrabban kérdeznek, mert tudják, hogy utána összecsukja a táskáját, és elmegy. És elviszi a kérdéseket, meg az arra adott válaszokat. Nem kell vele utána összefutni dolgozatíráskor, meg a folyosón. Engem nagyapám próbált meg szexuálisan felvilágosítani, amikor 16 éves voltam, és gilisztákkal foglalkozik, és a giliszták meg ugye hímnősek. Úgyhogy volt egy-két zavar az agyamba két évig, de már rendbe jöttem, mint látod.